Agrárfórum Gába Vencsellőn a mezőgazdaság aktuális helyzetéről és a pályázati lehetőségekről tájékoztatták a gazdákat. Ingyenes sofőrképzés, országszerte már több mint 8000-en jelentkeztek a pályázatra, a cél a munkaerőhiány csökkentése. Megelőzés, országos prevenciós programot indított a Házi Gyermekorvosok Egyesülete a gyermekkori elhízás korai felismerése érdekében. A vidékfejlesztési pályázat megváltozott feltételrendszeréről tájékoztatták a gazdákat Gába Vencsellőn. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által szervezett fórumon központi téma volt az agrárium aktuális piaci helyzete, valamint az ukrán mézbehozatal tilalmának feloldása is. Feldman Zsolt mezőgazdaságért felelős államtitkár azt mondta, a döntést a kínai méz elterjedése indokolta. Már nem először adott otthont agrár szakemberek tanácskozásának Gába Vencsellő általános iskolájának aulája. A település mezőgazdasági szempontból központi szerepet tölt be a járásban. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a hagyományok szerint összehívja a gazdákat a tavaszi munkálatok kezdete előtt. Most azonban sok más téma is indokolta a fórum megrendezését. Úgy gondoltuk, hogy célszerű lenne úgy az állami vezetés részéről, az MVH vezetés részéről, a megyei vezetőket egy kicsit egybe gyűjteni, és az aktuális problémákról beszélni, illetve a megjelenő újdonságokról egy kicsit tájékoztatni a környékbeli gazdákat, mert itt a járás mondhatni összes gazdájára, vagy Rakamasztól, de akár Tiszadadától, Ibrányig gondoltuk itt összehívni a gazdákat, és úgy látom, nagyon szép számban gyülekeznek. És hát Gába Vencsellő egy központi helye ezeknek a gazdafórumoknak, mert területarányosan, vagy hogy is mondjam, egy régi sváb településről van szó, és rengeteg földünk van, tehát Sárospataktól Görögszállásig terjednek a határban a termőföldjeink. Vinai Győző a térség országgyűlési képviselője úgy látja, nagy az összefogás az agrárium területén, a kormányzatnak pedig különösen most kötelessége segíteni a gazdákat. Most elég komor felhők vannak az agrárium egén, és ezeket a dolgokat meg kell beszélni a gazdákkal. Akár a termelésről beszélünk, akár a piacról, akár az ukrán termékek, mezőgazdasági termékek megjelenéséről, hiszen tudjuk, hogy milyen problémát okoz az ukrán gabona megjelenése Magyarországon, ami gyakorlatilag nem kellene, hogy így legyen, és ezért szakmai előadások is lesznek, ki kell állni a gazdákért, el kell mondani azt, hogy milyen szakhatósági feladatok vannak. A magyar kormány az Európai Uniós pénzeknél 80%-ig lehet magyar forrásból kiegészíteni az agrártámogatásokat, ezt maximálisan megtette, azért is küzdeni kell, hogy ezek a pénzek időben érkezzenek. Az ukrán gabona vámmentes behozatala ellen február elején tüntettek a gazdák Záhonyban. Európában már a 18 ország mondta ki egységesen, hogy korlátozni kell az ukrán mezőgazdasági termékek szállítását. Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke Gába Vencsellőn hozzátette, a magyar gazdák helyzetét más jellegű problémák is nehezítik, emiatt folyamatosan nyomást kell gyakorolni a brüsszeli döntéshozókra. Nekünk is vannak olyan problémáink, amik hasonlók a európai tüntetőkkel kapcsolatosan, és szeretnénk azokat felszínre hozni, és megoldani szerencsére nekünk azért olyan dolgokért, mint a gázola jövedéki kiadó, vagy a kormány által juttatott támogatások is az Unióba engedélyezett plafonon vannak, szóval nekünk azért más jellegű elvárásaink vannak, de én azt gondolom, hogy mint minden évben, ebben az évben is van olyan probléma, amik megoldásra várnak. A Gába Vencsellői tanácskozáson központi téma volt, hogy nemrégiben feloldották az ukrán mézbehozatalának tilalmát. Ez a tapasztalatok szerint különösen a vármegye termelőit kifejezetten érzékenyen érinti. A keletről hozott termék ugyanis lenyomja a hazai árát. Feldman Zsolt államtitkár azt mondta, a kormány a döntést a kínai méz piacra gyakorolt hatása miatt hozta meg. Két éve indult meg egy sokkal erősebb áramlása a kínai méznek, amely lenyomta az egész európai piacon a mézárakat. Ez a lenyomott mézár, akkor, amikor a magyar méhészek által állított méznek
kétharmada, 80%-a a nyugat-európai piacokon kerül értékesítésre, akkor bizony óvatatlanul felmerült az a kérdés, hogy hogyan tudják a magyar mézexportőrök ezt a verseny, ebben a versenyhelyzetben fenntartani a pozíciójukat. Úgyhogy ilyen értelemben mostani állás szerint abban bízunk, hogy lényegében a magyar méz exportja ezzel a, ha úgy tetszik, a korábbi struktúrában magyar és más forrásból származó méz együttesével újra meg tudta kapaszkodni az európai piacon. Gáva Vencselőn a vidékfejlesztési pályázat gazdaságfejlesztési és beruházás ösztönzési támogatásainak megváltozott feltételrendszeréről is tájékoztatták a jelenlévőket. A tanácskozásról részletesebb összeállítást tekinthető meg jövő heti 35 perc című műsorunkban. Továbbra is nagy a munkaerőhiány a személy és az árufuvarozásban. Ennek csökkentéséhez a kormány most ingyenes sofőrképzést hirdetett meg, amelyre néhány nap alatt már több mint 8000-en jelentkeztek. A programban az érdeklődők ingyen szerezhetnek C, C+E vagy D kategóriás vezetői engedélyt. A költségek nagyjából harmadát ugyan be kell fizetni, ezt azonban a jelentkező visszakapja, ha egy éven keresztül itthon vállal munkát a szektorban. Egymást érik a kamionok Nyíregyházán az ipari területek közelében. A vármegye székhely óriás beruházásai felélénkítették a kereskedelmet, ez a folyamat pedig várhatóan csak erősödni fog a következő években. Miután a személy és áru fuvarozásban jelentős munkaerőhiány van, a kormányzat ingyenes sofőrképzési lehetőséget teremtett. Korábbi években is indultak ilyen tartalmú programok, okulva a korábbi tapasztalatokból most egy új programot írtunk ki, aminek ugye az a lényege, hogyha valaki regisztrált álláskereső, vagy inaktív, vagy adott esetben munkahelyet szeretne váltani, módosítani, akkor lehetősége van arra, hogy ebben a tanfolyamon részt vegyen. Ugye ez tulajdonképpen kvázi ingyenes, azért mondom, hogy kvázi ingyenes, mert egyébként egy valamelyes önerőt regisztrált álláskeresésképpen 30% önerőt kell állnia a résztvevőnek. Azonban, hogyha a végzést követően egy évig ebben a szakmában dolgozik, akkor ez tulajdonképpen utána ingyenessé válik. A kormány célja tehát, hogy valóban javuljanak a szektor foglalkoztatási adatai, és ne csak egy papír megszerzéséért végezzék el a tanfolyamot a jelentkezők, akikből, mint azt az államtitkár elmondta, szép számban akad. Néhány nap alatt több mint 8000-en jelezték igényüket a tanfolyamok iránt. Ugye úgy hirdettük meg, hogy részben a munkavállalóknak, részben pedig a munkáltatóknak is, ugye azok, akik jelenleg sofőrhiánnyal küzdenek, hogy tudjanak ebben a programon részt venni. Ugye ezt a múlt héten indítottuk ezt a programot, és azt tudom mondani, hogy épp a tegnap esti adatok alapján több mint 8000-en jelentkeztek erre az 1000 főre, illetve munkáltatók is közel 100-an jelentkeztek, úgyhogy nagy valószínűséggel néhány napon belül le fogjuk állítani a jelentkezés lehetőségét, hiszen ugye ebből a nagyságrendből biztosan meg fogjuk találni azt az 1000 embert, akit jelen pillanatban keresünk. A sofőr hiány egyéb iránt nem csak itthon, hanem Európa más részein is súlyos problémát jelent. Becslések szerint összességében 400 000 hiányoznak a közutakról. Szakemberek szerint, ha nem lesz változás, az ágazatban 2028-ra 750 000 állás maradhat betöltetlen. Az ingyenes sofőrképző lehetőségre hivatalosan március végéig lehet pályázni. A Tisza, a Szamos és a Kraszna összefolyása alatt Vásárosnamény közelében a Tisza-Szalkai kanyarban Natura 2000-es területen rendezte meg a Petkupa Egyesület az Energiaügyi Minisztérium támogatásával a hagyományos rügyfakadás előtti folyótisztítási akcióját. Ezúttal közel 40 petkalóz, köztük a Petkupa versenyeken évek óta résztvevő csapattagok tisztították meg a Szipafőt csatorna alatti ártéri erdőt. Habár a decembertől folyamatosan érkező árvizek miatt a sár megnehezítette a munkát. A negyedik alkalommal megrendezett hulladékszedés mégis rekordot döntött, 1,5 tonna szennyező anyagtól mentesítették az árteret 2 nap alatt. Kutatási céllal egy körülhatárolt mintaterület szennyezettségét is felmérték, ahol 35 kategóriába sorolva történt meg a folyami hulladékok összegyűjtése.
Nem elhízni könnyebb, mint lefogyni. Ezt az alapigazságot kihasználva dolgozott ki nagyszabású országos prevenciós programot a Házi Gyermekorvosok Egyesülete. A cél az, hogy egy hálózatot kialakítva segítsék a szülőket és a védőnőket a gyermekkori túlsúly kialakulásának korai felismerésében. Magyarországon minden negyedik gyermek él túlsúllyal, náluk felnőtt korban jóval nagyobb eséllyel alakul ki korai szív- és agyi érbetegség vagy cukorbetegség. Hazánk Európában vezető helyet foglal el a túlsúly a korai szív- és agyi érbetegségek előfordulásában. Ennek egyik fő oka a gyermekkori túlsúly, ami aláássa a fizikai, szociális és pszichológiai jólétet. Gyakran vezet felnőttkori elhízáshoz, és ismert kockázati tényezője a leggyakoribb krónikus megbetegedéseknek. A Házi Gyermekorvosok Egyesülete most egy országos prevenciós programmal szeretné csökkenteni a túlsúllyal élő gyermekek arányát. Az elképzelés pedig a Richter Anna-díj országos döntősei közé is bekerült. Kántor Irén, az Egyesület alelnöke 35 perc című műsorunkban azt mondta, egy egységes, szemléletformáló gondolkodásmód kialakítása a cél az ország gyermekorvosi hálózatát bevonva. Mint gyermekorvos, mint endokrinológus valóban hiszek abban, hogy úgymond felnőttként is, gyerekként is a szokásaink rabjai vagyunk. És hogyha már kialakult egy rossz szokás, akár étkezés, mozgás, tévénézés, munka, sport szokás, akkor már azt nehéz megváltoztatni. Úgyhogy a maga a filozófiája a mi ötletünknek az az, hogy akkor elkapni, amikor már egy olyan kedvezőtlen életmódi változás alakul ki a gyerekekben vagy a családokban, ahol még nem ivódott bele az életrendjükbe egy rossz életmódi szokás, és akkor úgymond sokkal könnyebb visszafordítani egy rossz életmódot, mint amikor már 10-20 éve egy család ebben benne van. Az Egyesület célja, hogy egy informatikai fejlesztéssel hozzanak létre egy egységes adatbázist, ami a mesterséges intelligencia segítségével jelzi a szülőnek, ha a gyermekének egészsége az elhízás miatt veszélyben van. A gyerekeknek és a felnőtteknek is a testi állapotát, a túlsúlyát nagyon egyszerűen jellemezhetünk egy számmal, a BMI indexsel. Ezt a testmagasságból és a testsúlyból számítjuk ki, és ezek az adatokat, ezeket folyamatosan mérjük. Méri a védőnő, méri az iskola védőnő, méri a házi orvos, méri a... Nagyon sok helyen mérjük, mégis ezek az adatok mindig egy másik adatbázisban vannak. És a mi tervünk, illetve a projektnek a része is az, hogy ezek egy helyre gyűjjenek össze. És hogyha egymás mögé vannak rakva ezek a számok, akkor látható, hogyha elindult valami kedvezőtlen tendencia. És nem akkor kerül már be a gyermek a gondozásba, akár a háziorvosi, akár a szakorvosi ellátásba, amikor már nagyon kicsúszott az egészséges tartományból, hanem már akkor hamar észreveszi azt a szülő, hogy illetve a házi orvos az EST-ben összesített adatokon keresztül, hogy elindult egy kedvezőtlen tendencia. A Házi Gyermekorvosok Egyesületének prevenciós programja az orvosi kategóriában bekerült a Richter Anna-díj 3 döntőse közé. A közönség díjra a díj weboldalán szavazhatnak a civilek. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét képes lapokon bemutató kiállítás nyílt Nagyecseden a Berei József helytörténeti gyűjtemény szervezésében az Ecsedi Láp emléknap alkalmából. A kiállítás szervezője amatőr fotósként járta be a vármegye településeit. Csak hazánkban már a 19. században milliószámra állították elő a képeslapokat. Elsőként az osztrák-magyar monarchiában született meg az olyan képes levelező lap gondolata, amire rá van írva a címzés, és nem kell borítékba tenni, így olcsóbb is. Nagyon érdekes, felmerült legelőször, hogy ezzel nyilvánossá tesszük, ha nem tesszük borítékba, az üzenetünket. Ugye napjainkban most egyebet sem hallunk, csak a személyiségi jogokat, hát akkor is felmerült már ez, hogy akkor mindenki elolvashatja az üzenetet, de szerencsére túltették magukat rajta a hivatalos személyiségek is, meg hivatalok is, és világsikert futott be a képeslap. A kiállítás megnyitójának napja rendkívül fontos a település életében, hiszen az Ecsedi Láp emléknapjára esett. A valamikori Ecsedi Láp egész Közép-Európa legnagyobb kiterjedésű élő lápja volt, mint vizes élőhely pedig meghatározta a nagyecsediek mindennapjait. Olyan közösséget kovácsolt, ami ritka és egyedülálló a térségben. 1917-re a lápot lecsapolták, hiszen az akkori földbirtokos Károlyi család célja az volt, hogy növelje a mezőgazdasági művelődési területeket.
Egy dolog biztos, hogy a nagyecsediek életében ez egy olyan mítosz és egy olyan fajta régi vágy, és olyan legendák övezik az ecsedi lápot, amire jó érzéssel és nagy kíváncsisággal tekintünk vissza. És régi törekvése Nagyecsedváros önkormányzatának, hogy ebből a vizes élőhelyből egy pici lápot valahogy csempészen vissza és hozza vissza a régi idők emlékére. A kiállítás szervezője az Ópáiból származó nyomdaipari vállalkozó, aki elmondta, hogy csak a vármegyei településekről 12 év alatt 120 különböző képeslapot készítettek el. Ekkor jött az ötlet, hogy ezt a gyűjteményt közkincsé kell tennie. Ami még újdonság az, hogy kis településekről csináltam ezeket, zömmel ezeket a képeslapokat, mert képeslapok, mit tudom, egy Nyíregyházáról, Budapestről, turista látogatott helyekről, Balaton, Dunakanyar készült rengeteg, de Hermászegről ki készít képeslapot? Hát ez volt az én mániám, meg szerencsém is, mert úgy tűnik, hogy most ezek a képeslapok megőrződtek mindenki örömére. Érdekesség, hogy a képeslapok kinagyított formában is megfordítva is megtekinthetők. A szervező kiemelte, reméli a gyűjtemény ugyanolyan örömöt okoz a látogatóknak, mint neki. A kiállítás március 14-ig látható Nagyecseden, a következő állomás pedig Mátészalka lesz. Szombaton idegenben lép pályára a kisvárdai futballcsapat Feckó Tamás 11. helyen álló együttese az NB1 24. fordulójában a 7. helyezett Kecskeméthez látogat. A forduló további párosítása a következő: Puskás Akadémia Újpest, Mezőkövesd Diósgyőr, Paks Debrecen, Fehérvár FC Ferencváros és Zalaegerszeg MTK Budapest. A nyíregyházi Kazinczy iskola csapata nyerte a 4. korcsoportos fiú röplabda diák olimpia Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei döntőjét. A 2. helyen a nyírbátori Bátori István katolikus általános iskola együttese végzett, a 3. helyen pedig az Ibrányi református iskola csapata zárta a tornát. Az első 2 helyezett bejutott az országos elődöntőbe. Szurkolástól volt hangos a Kazinczy nem túl tágos tornaterme, az iskola röplabda csapatát biztatták a diáktársak. A 4. korcsoportos fiú röplabda diák olimpia vármegyei döntőjére 3 együttes nevezett. A hazaiak számítottak esélyeseknek, és a nyírbátoriak 3-0-ás, valamint az ibrányiak 3-1-es legyőzésével érvényesítették is a papírformát Szántó Roland tanítványai. Az elmúlt éveket arra szántuk rá, hogy eljussunk erre a szintre. Tavalyi időszak nem volt a legigazán a legjobb betegségek és társai, de idén már úgy fel tudtunk készülni, hogy mind a 3. korcsoportban, mind pedig a 4. korcsoportban sikerült elhozni a vármegyei első helyezést, úgyhogy irány az országos selejtező, és szeretnénk nagyot álmodni a fiúkkal, úgyhogy országos döntőig reméljük, hogy eljutunk. Én mindig 5. elkezdem nekik tanítani a röplabdát, és ha kosaras vagy focista, valahogy megszeretik magát a sportot, hogy ugye alapvetően itt az egyéneknek a teljesítménye az, ami nagyon kimagaslik, és jobban kiüt, ha kevesen is vannak a pályán, és egyszerűen megszeretik magát a sportot, a szépségét, a mozdulatokat, és nem igazán kell győzködnöm a gyerekeket, hogy röplabdára csatlakozzanak hozzánk. Bár a férfi röplabdának jelentős hagyományai vannak Nyíregyházán, jelenleg nincs minőségi felnőtt együttes a vármegye székhelyen, így a fiatalok számára nincs olyan csapat, amely közvetlen motivációt jelentene számukra. Egy picit megnehezíti a dolgot, de a mai világnak a szépsége, hogy az interneten a gyerekek tájékozódnak, és nagyon sokan nézik a különböző válogatottaknak a röplabda mérkőzéseit, és van maguk előtt egy cél a gyerekeknek, és ha lehet ilyet mondani, akkor egy-kettőnek azért ki van tűzve célul, hogy akár későbbiekben egy férfi válogatott tagja legyen, vagy még esetleg valami nagyobb csapatban, Debrecenben, vagy és társaiban játszom. Tehát nem kizárt. A Kazinczy mögött a nyírbátori Bátori István katolikus általános iskola együttese végzett a 2. helyen, a 3. helyen pedig az Ibrányi református iskola csapata zárta a tornát. Az első 2 helyezett bejutott az országos elődöntőbe, amelynek helyszínéről később dönt a Magyar Diásport Szövetség. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban.
A gazdák terheinek csökkentéséről, az ukrán gabona okozta piaci problémákról és a vidékfejlesztési pályázat megváltozott feltételrendszeréről tanácskoztak Gába Vencsellőn. Az Agrárfórumon szó volt arról, a kormányzat kiáll a gazdák mellett, a brüsszeli döntéshozókon pedig egyre nagyobb a nyomás a tüntetéseknek köszönhetően. Országszerte már több mint 8500-an jelentkeztek az ingyenes sofőrképzésre. A kormány március 1-én indított programjában az érdeklődők ingyen szerezhetnek C, C+, E vagy D kategóriás vezetői engedélyt. A költségek nagyjából harmadát ugyan be kell fizetni, ezt azonban a jelentkező visszakapja, ha egy éven keresztül itthon vállal munkát a szektorban. Magyarországon minden negyedik gyermek él túlsúllyal, a nem elhízni könnyebb, mint lefogyni alapigazságát kihasználva. A Házi Gyermekorvosok Egyesülete nagyszabású országos prevenciós programmal segíteni a szülőket és a védőnőket a gyermekkori túlsúly kialakulásának korai felismerésében. Az új szemléletmód a Richter Anna díj döntősei közé is bekerült. Március 8-án pénteken a Kölcsei Televízió híradóját látták, szombaton krónikával, hétfőn pedig már a legfrissebb hírekkel jelentkezünk majd. Megköszönöm egész heti figyelmüket, további kellemes hétvégét kívánok, viszonthátásra! Szombaton erősen felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel. Az Alföldön azonban a nap nagyobb részében kitart a napos idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 12 fok között valószínű. Vasárnap nagyrészt erősen felhős, illetve borult időre számíthatunk. A nap második felétől több helyen elered az eső, zápor eső. Napközben 10-12 fokig melegszik fel a levegő.